Kovácsfeller csente el a labdát, aztán körbefutja Okukát, Kovács mellett is elviszi, Addo mellett is elviszi, és nagyon-nagyon megérdemelte Hollander ezt a gólt. Mekkora szóló! Hát alaposan megnyúlt Marco Rossi arca a látványtól. Tám még őt is meglepte Hollander. Fantasztikus volt, ahogyan elindult. Hollander csente el a labdát, aztán körbefutja Okukát. Kovács mellett is elviszi, Addo mellett is elviszi. És nagyon-nagyon megérdemelte Hollander. King ellenfélhez. Idi még indíthat belőle, és Hollander sokkal gyorsabb, mint Magyarorsi. Hollander gólhelyzetben szemben Némettel, és egyenlít. Simán lefutott a Magyarorsit Hollander. Amúgy is lehetett látni korábban, hogy Magyarorsi húzza a lábát, de azt gondolom, ez az a szituáció, amikor akármennyire is gólhelyzetben kitörő játékos szabálytalanul. Idi még indíthat belőle, és Hollander sokkal gyorsabb, mint Magyarorsi. Hollander gólhelyzetben szemben Némettel, és egyenlít. Nem tudta Zsibanovicsnak tovább passzolni, mert ő lesen lett volna, így viszont egy szép egyéni akció. Ott érkeznek Hollander gólhelyzetben, Hollander gól! Hollander Filip góljával 1-0-ra vezet a visszavágón is a Budapest Honvéd. Kivárt még egy ütemet ráadásul Hollander. Volna így viszont egy szép egyéni akció. Ott érkeznek Hollander gólhelyzetben, Hát neki lett volna jó, vagy hát jobb a labda. Rosszul játszotta a statikát a Cselik, mint ahogy a most is így van. Két érkezember középen, ott a második Honvéd találat. Hollander adott egy gólpaszt, most őt szolgálják ki, és megvan a saját gólja, megfordítja a mérkőzést a Budapest Honvéd. Teljesen megérdemelten, és ez a fiatalember, Filip Hollander, kicsit kijebb hozni a hazai játékosokat. Aztán elindítja a támadását. King már a 16-os emelő. King megtolja az alaponál felé. King teszi vissza, és megvan a negyedik Budapest Honvéd találat. Ismét egy gyönyörű akció végén születik a Honvéd gólja. Érdekes, hogy Várkor Rossz, hogy jobbot rendelte egy kicsit vissza, ki nagyon elő maradt. Bonazzoli most kedvezőbb helyzetben. Bonazzoliben a 16-oson belül beteszi ott az érkező ember, és vezet a Honvéd. Hát ezért pontot szereznek Kispesten. Tegnap a másik újonc Nyíregyháza otthon 1-1-re végzett a bajnok Debrecennel. Fejes beadása, Hollander, és becsorog, mekkora pocsagól! De megszerzi a vezetést a Honvéd! Te jó Isten, mekkora pocsagolt kapott Milinte Árpád! Támadó Hollander őt keresi éppen, de nem ő találja, hanem Hidic. Kesen átvehette nyugodtan, legurítja lövésre, nagy, és egyenlít a Honvéd. Hollander vállalja magára, és ott a gól. Hollander nincsen lesen, ha maga elé tudja tenni a labdát, meg van a 16-oson belül, bekínálja középre, óriási passz, 2-0 a Honvédre. Hollander, aki most áthúzódott a jobb oldalra, remek centerezés, egyenlítés lehetőség, újabb, Zitzer, gól, 1-1. A magyar együttes, ez a passz is jó, Hollander, Hollander középre teszi, Diaby. Visszazárnak a dunaújvárosiak. Hollander lefordul Csehiről, megkerüli Lázárt is, Hollander, megpattan, Milinte fogja. Na ez már hasonlított. Határozottan ráadásul. Hollander gyagyára viszi rá. Hollander. És Német a végén. Megpróbálták elütni is Hollander, de nem hagyta magát. Ezen a mérkőzésen a Honvédban. Pontos az indítás. Hollander 1-1-ben az emberével. Jó a csel! Szép egyéni megmozdulás. Hollander lendületesen agili. Jula egyből balra, aztán megy tovább,
csak a sarkazás után nem biztos, hogy jó a labda, de igen, Gyula gyors, és megszerzi a labdát, az alapvonalnál jár már, és kiharcol egy szögletet. És azért tegnapi tapasztalatból kiindulva a 2-0 nem életbiztosítás. A Győr is majdnem ráfaragott Pápán. Vidra a szöglet, Jenner kifejeli, Vécsei eltöri, Ignjatovics pedig eltalálja Csukicsot, de mehet tovább. Hollander. Busai kipiszkál. Itt a nyakánál fogva támasztja Mateusz, marad még Hollandernél. Két ferencvárosival szemben, az első csel jó, aztán buktatja Jovanovics. Érdekes volt, mert Kassai... Hollander. Megint Takás teszi ki a lábát, és ez már sok. Villan az első sárga, a Honvéd tulajdonosa a képen. Barát. Hollander fordult le, és viszi a 16-oson belülre. Hollander! Fegyelmezetten, agresszívan, jól játszik a mezőkövesd. Szépen lábról lábra tették most Hollander, de csak Bonazzoli van bent középen. Hollander húzza meg, Hollander még mindig. Hát ebből nehéz lett volna bármit kihozni. Hollander góljával vezet. Véd, szép támadás után Bonazzoli passzát lát. A vonalban Traoré. A szép Hollander. Vissza Traorénak, Traoré lövése. Fagyja. És fegyelmezetten visszazárnak a dunaújvárosiak. Hollander lefordult Csehiről, megkerüli Lázárt is. Hollander megpattan. Nem lett, Ikeneking tisztáz. Szulejmene ott hagyja Filip Hollandernek. Aztán megy tovább. Hollander becsapja Lázárt. Még mindig Hollander. Most Szulejmene. Ráadásul a kispadon olyan támadók, mint Milan Peric, akit a Videotontól kapott kölcsön a Dunaújváros, valamint Urbin Péter. Hollander, Barát. De így jó Hollandernek. Vécsei középen, Hollanderbe megy három ember közé, Hollander megtartotta, elesik, előnyszobály. Aztán az előnyszobályból Kapocina eladta. Vécsei. Jó labdát ad Vécsei, a labda átvétel is jó. Hollander és Kacics. Wolf beleblokkolt, de így is beakadt. Szulejmene alászalad, de Szekeresnél sokkal gyorsabb Filip Hollander. Hollander lövése mellé. Nem kis helyzet volt. Hollander reklamálja. Jobb megy középen. Nagy Gergő érkezik, Nagy Gergő nem kapja, Hollander ellövi a labdát, Antal Botondit már nem volt mit tenni, nem nagyon tudta sarokra irányítani. Adásul Hollander gyagyára viszi rá, Hollander, és német a végén. Megpróbálták el... Hoppá, odaadták Hollandernek, Hollander! De szép kis lövés volt. Én úgy láttam, mintha rajta és irányt változtatott volna a labda. Barát beívelése, Hollander érkezik, és Szűcs! Az eddigi legszebb támadás a 12. percben. Ez jó passz, Hollander! Ott már nem lehet tovább vinni, Kálnoki jól zárta a szöget, Vernes nem jut a lövéshez.
Veres megpróbálta behúzni két ember között. Hollander átveszi tőle a támadást, de Elcsibi Áde fölfejlődik mellette a bal oldalon. Hollander megint be középre, nincsen lesz. Délce gólhelyzetben, hát hogy vette le ezt a labdát? Dubljevic, ez itt nagyon szellős. Hollander megint, beteszi középre, kapufa! Diarra! A sorfal megfelelő távolságban. Délcek pedig a labdát várja, Hollander. Jó a középretett labda! Lemaradt egy pit. Vécsei, Délceg, be az üres területbe, Hollander, benéz középre, jön Diaby. Ezt elrontotta Hollander. Szét is tárja a karjait Diaby. És sprintel, és középen van induló ember. Eldőlhet a mérkőzés, Hollander, Hollander, Les. Hollander nagyon sokat várt. Vajon mennyi tartás maradt a Kaposvárban, mennyi tartás van a Kaposvárban, mert a Honvéd szemmel láthatóan nagy kedvel megy előre. Elcsibi Áde lesen. Hollander. Délceg ment keresztbe. Hollander. Rá, lekezeli. És végül is eljut a csereként beállt Hollanderhez. Filip Hollander szépen tolta tovább. Ernest, sőt, nem volt Les, viszont, hogy megpattant a labda, azzal elérte az Újpest, hogy visszazárhatnak. Hát nem sikerült tökéletesen. Fantasztikus mentés aztán. Neki gurítja le Vécsei a labdát, nem a legjobb kombináció. Ha csak nem így volt kijátszva, mert majdnem bejött az utolsó passz, hibázott csupán. Diarra. Megint Vernes, ez lövő helyzet. Vernes, Szücs. Szücs úgy helyezkedett, hogy arra... Közben egy labdaszerzés, míg mi a lassítást nézzük. Hollander gyönyörűen bejátsza középre, ez így már lesz Délceg. A labdát. Barát robog mellette nagy lendülettel, de nem kapja. Hollander cselesz befelé. És emeli be Kapacina elé, csak Kapacináról visszafelé pattan a labda, és így oda le. Ített neki Julá, Vidovics. Ez még jó kipnek. Vernes. Hidi. Nem volt jó a fejes. A szögletet 5-2 a szöglet arány egyébként a Vojvodina javára. Nézzük Hollander, 43. perc. Ignatovicsot próbálta volna megtalálni ott a hosszú oldalon. Ez már a 87. perc a mérkőzésen. Hollander a labda mögött. A rövid sarok irányába, megint Mateusz volt kellően éber. Hollander. Ott a csúsztatás! Vécsei! Kapacina átadta a szögletrugás lehetőségét. Hol jött be a labda, átcsúszik a másik oldalra, Vécsei elől. Amit most mi is a lassításban meg tudtunk nézni. Hollander szabadrúgás, ott a csúsztatás! Molnár mekkorát védett, atyavilág! Nem vette észre a játékvezető. Hát jön Simon! Attila, a paksiak gólkirály jelöltje, közben egy csúsztatás. És... Elcsibi Ádéval szemben jár a Honvéd szabadrúgása. Hollander! Szücs! Elvégezni a szögletet a 75. percben. 2-2 az állás. Ott az üres ember, Godoy nem tudja becsúsztatni. Bobál még begyűjti a... Hollander. Hollander beállítása volt talán a legjobb húzás. Jól adja be a labdát, Bobál zavart, és óriási mentés volt. Ott le kell állítani a játékot, ez lehet, hogy súlyos sérülés lesz.
mutatja is a játékvezető. Egy másik idegen légiós, és érkezik Prosser. Közben egy kis szöglet a Honvédnál. Fölpattan a labda, Molnár húzza le. Tehát két saját nevelésű fiatal, most nem sokára már ugye. Hollander közben megpróbálja Molt faképnél hagyni, de most már két ember is ott van, úgyhogy be is küldi középre a labdát, ez bíztató eddig, Vécsei csak háttal a kapunak. Hidi nem tudta igazán jól megállítani magának, és nem is volt jó a lövés. Robbanékony, jól cserez, veszélyesen futballozik a támadó. Hollander őt keresi éppen, de nem őt találja, hanem Hidit. 3-1. Kezik ki szélre. Zsivanovic már rákészült a lövésre, de abban a pillanatban beléptek elé. Quintero kapja Szücs labdáját. Alcibiade. Az jó lehet Hollandernek. Bizony jó. Hollander egy igazítás után. Karán fejelik ide éppen középre, Vécsei. Vukasovics. Vécsei aztán visszarántja, de így is jó a továbbítás, Savic. Lehet, mert Hollander nagyon szépen megy el a bal oldalon. Hollander megint. Be tudja még adni? Igen. És jól jött ki a kapujából Bánovics, habár ugye éppen csak elkerülte Délcet fejét ez a beívelés. Hollander. Középen már Diaby mutatja magát, Hollander bevarázsolja a labdát! Diára hagyta ki a fejest, marad az 1-0. Tiszta lappal nyitni a második játék részt. Hollander, aki most áthúzódott a jobb oldalra, remek centerezés, egyenlítés lehetőség, újabb, Zitzer gól, 1-1. Kiváló honvéd támad. Elég közel van, tehát itt még pontokat kell gyűjtögetnie mindkét együttesnek. Jó a középre tett labda, sikerül kifejelni. Ára biztos, hogy számíthat Lengyel Ferenc a nehéz pillanatokban is. Most is jó helyen tartózkodott a védő. Lerántás, szabadrugás. Ott Vukmir fejelte ki. Anta pedig nem találja el. Ez kényelmesen hegedűsé, de legalább megkínálta őt Alcibiade. Vernes szabadrúgása. Polát találta el, ez viszont egy ragyogó lövés. Micsoda kapufa volt. Ranilovic a labda után néze. Ignatovic tette bele a lábát. Hidinek ez a második nagyon veszélyes szöglet, aztán Szűcs megint. És ez úgy újabb szöglet lesz majd. Hollander lövésébe érnek bele. Bobál tette tovább, Portilla. Hollander lendületből viheti Hollander. Jula teljesen üresen, Bobál. Megtolja üresen Jula. Bobál. Vécsei mehet, ez ígéretes, és be is tudja lőni a labdát. Hollander nem igazán jól vette át. Hollander, Novákovics. És ki tudják vágni. A harmadik nagy Novákovics. Honvéd. Győr elleni meccs 26. percében találtak be legutóbb a második fordulóban. Ebből viszont még lehet valami. Hollander nem lett belőle végül semmi. Közben már Kanta a labdával. Hollander azonban most lefüleli. Hollander és Kanta megy vissza. És igaz szabálytalanul, de meg tudja állítani. Nem lett, Ikeneking tisztáz. Szulejmene ott hagyja Filip Hollandernek. Aztán megy tovább. Hollander becsapja Lázárt. Még mindig Hollander. Most Szulejmene. És Hollander mellé fejeli. Nem tudta irányítani igazából. Bonát Zoli veszi le Hollander. Hollander megindul vele az alapvonal felé. Jön a beadás. Ott a fejes. Moly, mekkorát védett Molnár. Szépen visszazárt Hollander, és nagyon erőszakosan, de szabályosan megszerzi a labdát. Hollander megint hátulról föllökik. A hazaiak viszont kontráznak, és jó a labda a Hollandernek. Hollander és Harris. Szabadrugás. És Harrisnek már van egy sárgája. Most idévét egyelőre nagyon jól őrzik. Mozgékony Kulcsár jobban megél.
Nem is a CDB-nél mozgékonyabb. Vécsei sarokkal les. Ez egy nagyon szép... Egészen biztosan sokkal több néző lesz majd a tavasz során a hazai mérkőzéseken. Jó fordítás, vendégrészre, akár el is lehet lőni. És megvan, hogyha némi ügyjel. Gyula. Egyből balra. Aztán megy tovább. Csak a sarkazás után nem biztos, hogy jó a labda, de igen, Gyula gyors. És megszerzi a labdát, az alapvonalnál jármál, és kiharcol egy szögletet. Megint Vécsei. Jó lehet még, Vernes fejeli le. Nem Hollander volt az, bocsánat. Öt. Nagy. Vernes. Ez sem rossz. Nem bizony. Nem sokkal ment fölé. Sérül, amiatt mulasztott mérkőzéseket. Nagy Gergő tolja tovább a múlt heti gólszerzőnek, Hidinek. Nagyszerű a labda, mellé megy azonban Hollander fejese után.